tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatold az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő, az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és hát ez bizony már nem más, mint ha jól számolom, a Szokolébresztőnek a 128. adása, döbbenet. Egyedül vagyok ma a stúdióban, ugye múlt héten nem így volt, főleg, hogy múlt héten nem is volt Szokolébresztő. Két héttel ezelőtt nem így volt. Két hét múlva sem így lesz, mert vendégünk lesz jövő hét, két hét múlva. Ugye ezt majd maga idejében el fogom mondani, nagyon örülünk, sőt már is elmondom. Szentpéteri László fog majd hozzánk jönni, aki már többször járt nálunk megszólalni ilyen kelet-ázsiai és egyéb űrprogramokkal, sőt katonai űrprogramokkal kapcsolatos témákban, és most szintén az utóbbi témakörben fogunk beszélgetni arról, hogy mi mindent látnak a felderítő műholdak, igazak-e azok a dumák, hogy le lehet olvasni a rendszámtáblákat odaföntről, meg ilyesmi. Reméljük, hogy addigra már ennek a dolognak nem lesz olyan közvetlen aktualitása, mert a katonai felderítő műholdaknak, mint manapság. De hát két hét múlva az még nagyon messze van, nagyon sok minden fog addig történni. Most viszont egyedül vagyok, Vince Miklós vagyok, és ugye a telefonszámunk viszont 215-37-73, ez az adás telefonszám. A vonalak jelen pillanatban be vannak kapcsolva. Van azért témám, tehát azért nem készületlenül érkeztem, annak ellenére, hogy egyedül, sőt, ahogy ezt az ajánlóban írtam is, a műsor egyik fő témájának egy, hát valami jövőbe tekintőt akartam választani, ami azért mégiscsak kapcsolódik ahhoz, ami mostanában az űrtevékenységben történik. Ez pedig az Interstellar Probe nevű űrszonda koncepció, ami nem kevesebbet tűz ki célul, NASA által, hát még nem mondhatni, hogy támogatott, de minden esetre a elképzelhető, hogy megvalósításra kerülő űrszondák közül fogok egy tervről beszélni, ami a 2030-as években indulhat útra, és nem kevesebb lesz a célja, mint hogy a csillagközi térbe jusson el. Csillagközi tér, vagy interstelláris tér, ugye ennek megfelelően ennek az űrszondának az a neve, hogy Interstellar Probe, ami ugye a Marylandi Baltimore-ban levő Johns Hopkins Egyetem Applied Physics Laboratoriának, tehát a fizika laborjának az űrszonda javaslata, ami a NASA-nak a Decadal Survey-jébe került bele. Ugye a Decadal Survey az ilyen évtizedes felmérés, ami azt jelenti, hogy mindenféle tudományos programot javasolnak. Itt a kutatók tesznek le azt arra, hogy milyen űrszonda projekteket kellene megvalósítani. És hát ezek elég komoly tanulmányok, tehát itt például több mint 400-an dolgoztak ennek a tanulmánynak az összeállításán, és itt tényleg egy 500 oldalas küldetéstervről van szó, tehát egy elég komoly dolog. És hát persze ez egyáltalán nem garancia arra, hogy ez a valami tényleg repülni fog, de minden esetre nagyon ígéretes a terv, és azért kapcsolódik ahhoz, ami aktuális, annak ellenére, hogy mondom, ez 2030-as évtizednek a második felében indulhat útnak, tehát valamikor 2036 környékére várható ennek legkorábban az indítása. Azért van ennek némi aktualitása, mert az elmúlt héten történt az a nevezetes megmozdulás, tehát tulajdonképpen történelminek nevezhető esemény, hogy a NASA nagy rakétája, hát a szeretve gyűlölt Space Launch System, amit hát igazából nagyon sokat vártunk arra, hogy létrejöjjön. Werner Norbival volt róla egy teljes adás valamelyik régebbi Szokolébresztőben, ami hát arra való elsősorban, hogy embereket szállítson a Holdra.
és a hold körüli pályára pontosabban, és ezek az emberek majd az Orion űrhajóban fognak helyet foglalni. Legkorábban az Artemis 3 elnevezésű küldetés során, ami néhány év múlva várható, de már idénre várható az Artemis 1 nevű ember nélküli próbarepülése az Orion űrhajónak, ami lényegben körbe repülné a holdat több ízben is, és utána visszatérne a Földre. Ugye ehhez kellett egy új gigantikus rakéta. Azért mondtam, hogy szeretve egy űrőt, mert persze nagyon örülünk mindig, amikor ilyesmi történik. Másfelől azonban, ugye, amint ezt a Werner Norbival több ízben kibeszéltük, ez egy tipikus példája egy nagyon megszaladó állami beruházásnak, ez az SLS, Space Launch System, ami döbbenetes mennyiségű pénzt emésztett fel az elmúlt mondjuk másfél évtizedben, amióta így komolyabban elkezdődött a fejlesztés. Lényegében itt az a koncepció, ugye, hogy a régebbi űrrepülőgép rendszer fejlesztése során, a Space Shuttle rendszer fejlesztése során kiérlelt technológiákat használva épüljön egy új rakéta, ami az új igényeknek, vagyis ezeknek a vissza a holdra és tovább a Mars felé jellegű céloknak megfelel. Na most természetesen a Space Shuttle rendszer az olyasmi volt, amit a 70-es években terveztek, ugye a 80-as évek elejére lett kész, de lényegében a 70-es években tervezett mérnöki megoldások vannak benne, amik egyébként semmi baj, mert 2 meg 2 az ugyanúgy 4 2022-ben is, mint 1976-ban, tehát ezzel így önmagában nincs probléma, én nem szeretek úgy érvelni, hogy a technikák elavulnak, ám de azonban kétségtelen, hogy annak ellenére, hogy 2 meg 2 az továbbra is 4, de hát közben azért történt ecsmás, gondoljunk itt elsősorban az Elon Musk-féle SpaceX-re, ami persze olyan formabontó új technikákkal jelentkezik, amik lényegében már mire megépül ez a rakéta, kérdésessé teszik, hogy mennyire lesz használva. Valószínűleg nem nagyon, de azért jelenleg úgy tervezi a NASA, hogy legalább 6-7-et épít ebből a rakétából, illetve a későbbi nagyobb változataiból. Ugye ez a rakéta akárhogy is van, akárhogy is nincs, egy nagyon impresszív szerkezet, jelen pillanatban kigördítve ott áll a Kennedy űrközpont 39B nevű indítóállványon a Space Launch System tetején az Orion űrhajóval, nem azért, mintha a közeljövőben elindulna. Ez a teszt, ami egyébként hát ezt a valami 8 és fél, mindjárt mondok valami számot, hogy nem mondjak itt teljes hülyeségeket, de igazából ezt úgy kell ugye elképzelni, hogy van az indító állás a Kennedy űrközpontban, ugye 2 ilyen nagyobb van belőle, a 39A és 39B, na és ugye hát élőben közvetítették a NASA, és egyébként fantasztikus módon egy adhok ötlettől bezérelve egyébként a Space Junkie is, a magyar nyelvű YouTube-os űrcsatorna is remek közvetítést nyújtott arról a mintegy 6,8 km hosszú útról, amit, vagyis annak az elejéről persze, amit egyébként közel 11 óra alatt tett meg ez az eszköz, a NASA-nak az egyik ilyen ikonikus lánctalpas szállító járművén, a Crawler Transporter tetején kigördítették az indítóállásra. Nem azért gördítették ki az indítóállásra, mert már is indul, vagy hamarosan indul, hanem egyszerűen azért, mert hát ugye az van, hogy egy tesztet akarnak elvégezni, ami egy indítási teszt. Valami hangokat hallok, és nem tudom, honnan jön. Na mindegy. De remélem, hogy azért a hallgatók hallanak engem. Na, szóval az van, hogy egy indítási teszt az azt jelenti, hogy eljátszák lényegében a startot T-10 percig, és erre április 3-án fog sor kerülni, amiről Magyarországon mindenki tudja pontosan, hogy egy vasárnap lesz, tehát április 3-a egy vasárnapi nap, akkor fog a tervek szerint lezajlani a Space Launch Systemnek a tesztje, ami azt jelenti, hogy feltöltik üzemanyaggal az egész rakétát, és ott lesz a start helyen, és teljesen el fogják játszani az egész folyamatot egészen a startig fölfelé, csak hát aztán ugye nem fog bekövetkezni a start, mert hogy egyébként a start bekövetkezéséhez be kéne kapcsolni ugye a szilárd hajtóanyagú rakétákat, amik azonban arról nevezetesek, hogy azokat nem lehet kikapcsolni, ha egyszer bekapcsolta az ember. Ez azt jelenti, hogy például ha egyszer azok a hajtóművek, amik az oldalára vannak felszerelve a két gyorsító rakétára, azok begyulladnak, akkor onnan már nincs visszaút, akkor már menni kell. De ez nem fog bekövetkezni, április 3-án lesz egy teszt, ha reméletileg minden rendben megy, akkor oké, mert akkor utána visszavontatják a nagy szerelőcsarnokba, a nagy 120 méter magas Vertical Assembly Buildingbe, függőleges szerelőcsarnokba, ami ott van a Kennedy űrközpontban,
és hát ott még bütykölnek rajta egy kicsit, és várhatóan júniusban, vagyis úgy szokták mondani hivatalosan, hogy nem hamarabb, mint júniusban, vagyis legkorábban júniusban következhet be a start. Na, szóval ezt tudjuk, ez az Orion űrhajót próbálja ki, ami majd egyszer embereket fog szállítani a Holdra. Oké, ez az SLS. Na persze, ez a Decadal Survey visszakanyarodva az Interstellar Probe-ra, az annak jegyében készült el, hogy azért feltették a kérdést azt, hogy ha már itt van nekünk ez a Benga nagy rakéta, amire embertelen mennyiségű pénzt elköltöttek, csak az első repülése egyébként a becslések szerint olyan 4 milliárd dolcsit fog elvinni, utána nyilván a későbbi repülések azért már nem lesznek ennyire drágák, de hát azért mindenképpen komoly összeg, még így űrkutatási viszonylatban is. De hogyha már ez létrejött és megépült, akkor én föl is veszem a telefont. Halló! Halló, sziasztok, szia, elnézést. Jó reggelt. Kamionos vagyok. A napokban néztem a YouTube-on egy előadást erről a űrhajó lánctalpas hordozóról. Megdöbbenéssel néztem és konstatáltam, hogy mi minden problémával kell szembesülnie ahhoz, hogy azt a rövid távot megtegye. Már eleve az gond volt, illetve kérdés volt, az probléma volt, hogy milyen meghajtással, dízel, elektromos, és mert ugye, hogy nem rázkódhat, nem mozdulhat, egy ilyen tömeg az a legkisebb billenésre is leborulhat, és hogy micsoda probléma az utolsó, nem tudom, pár száz méter, mert ott azért nem tudom hány fokos emelkedőn, és hogy micsoda műszerezettség, mert micsoda kifinomult technológia kell ahhoz. Az ember el sem hinné, azt hinné, hogy oda valahogy oda rögzítem, oda spaniferezem, és akkor ez majd viszi. Hát nem ilyen egyszerű, mint ahogy semmi nem ilyen egyszerű ebben a témában. Csak annyit szeretem volna, hogy megnéztem, és ilyenkor döbben rá az ember, hogy ez nem úgy működik, ahogy én ezt elképzelem, vagy bárki, hogy ez ennél sokkal komplikáltabb és összetettebb. Úgyhogy, igen, hát ez nagyon jó kiegészítés, köszönjük szépen. Én köszönöm, és hallgatlak. Igen, hello, köszönjük, hello. Szóval igen, valóban ezek a crawler transporterek, ezek hát önmagában a megalkotásuk egy nagy technikai bravúr volt, ugye ez az 1960-as évek elején kezdték el ezeket is fejleszteni az Apollo programhoz, amikor elkezdték építeni ott az egész 39AB, illetve C starthelyet is, utóbbi aztán végül meg se épült, de meg a nagy szerelőcsarnokot, ezt az emlegetett 120 méteres, hát az is önmagában egy elég nagy bravúr volt, és ezt elképesztő sebességbe felhúzták ezeket az épületeket az 1960-as évek első felében már ezek tulajdonképpen álltak, úgy 65-re már kész volt minden, beleértve ezeket a döbbenetes méretű szállító járműveket, amik tényleg hát nagyjából ilyen 1 mérföld per órás sebességgel araszolnak. Persze ezt azóta többször felújították, de azért lényegében ezek mindig ugyanazok az eszközök, amiket a 60-as években építették. Annak ellenére még egyszer, ezt többször átalakították. Ugye nagyon érdekes a konstrukció, akkor talán mondjuk el, hogyha már ennyi szó esett erről, hogy bizony-bizony ez nem csak a rakétát szállítja ki az indítóhelyre, hanem magát, az indításhoz szükséges tornyot, meg ezt az úgynevezett Mobile Launch platformot is, vagyis mozgó indító állást, indító platformot is, amiről a rakéta maga indul, tehát azt mondjuk, hogy a 39B indító állás, persze ez így van, ott is vannak szerkezetek, de maga az a torony, ami a rakéta mellett áll, amit látunk minden felvételen, az maga is ezen a hatalmas szállító járművön van rajta, hogy ebből következik, hogy persze itt Amerikában az a szokás, hogy az egészet függőleges helyzetben viszik ki a starthelyre, nem úgy, mint a szovjeteknél annak idején, vagy az oroszoknál manapság, hogy ott ugye vízszintesen viszik, és a starthelyen állítják fel ilyen óriási hidraulikus, brutál berendezésekkel. De hát itt függőlegesen szerelnek, függőlegesen visznek ki mindent, és akkor végén, amikor ez az egész Mobile Launch Platform elment oda, a 39B-re ez esetben, akkor utána kimászik alóla ez a bizonyos óriási lánctalpas, és akkor visszamegy szépen a VAB, vagyis a függőleges szerelőcsarnok közelébe. Hát szóval mindenképpen egy impresszív dolog, és egyébként óriási feneket kerítettek neki, volt ott egy marching band, ami ott játszott, tehát egy rendes ilyen, hogy hívják ezt, katonazenekar, ami amerikai hazafias indulókat, meg a himnuszt, meg ilyeneket játszották el, aztán ott volt természetesen ugye a NASA vezetője, aki beszédet mondott a nagy kigördítés tiszteletére, tehát ezért csináltak egy kis média eseményt ebből, hát értető is, sok pénz elment rá, és sok időbe került, de most végre ott áll az állásonnan, és akkor ez a kérdés, hogy az emberes holdprogramon ki
kívül mi mindent lehetne még csinálni ezzel az eszközzel. És akkor erre volt egy javaslat, tehát hogyha már itt van egy ilyen Benga nagy rakétánk, akkor azzal ugye az is lehet, hogy veszünk egy nem túl nehéz űrszondát, mondjuk egy olyat, ami csak 860 kiló, és viszont valami írdatlan kezdősebességet adunk neki, hiszen a rakéta nagy. Persze, ez azért jó, mert akkor nyilván egy megvárható idő alatt elég messzire el lehet jutni. Mi az az elég messzire, és ez a kérdés, hogy miért akarunk oda menni? Hát ugye nyilván itt az a cél, hogy nagyjából olyan 200-300 kötőjel 1000 csillagászati egységig levő távolságig el kéne juttatni valamit. A csillagászati egység ugye a napföld átlagos távolsága, az körülbelül 150 millió kilométer. Na ennek az akár 1000 szerese messzeségben is, ugye olyan helyen vagyunk, ami még egyáltalán nem egy másik csillagrendszer, tehát bizonyos értelemben az még abszolút a naphoz köthető régió, tehát ugye összehasonlításképpen mondom, hogy ez olyan messze van, hogy itt nem lehet arra beszélni, hogy egy másik, mondjuk a legközelebbi csillaghoz a négy fényévnyire levő Proxima vagy Alpha Centauri környékére elmenni. Húha, csak nem egy telefon. Megakadunk. Halló! Szép jó reggelt, elbusztok. Mindig öröm, hogyha sikerül betelefonálni az egyik kedvenc műsoromba. Ha már többször említetted a pénzt, ez már a web társfőnél is eszembe jutott, illetve pont akkor jött szembe a két adat. Ugye ott egy 11 milliárd dollárról beszélünk, itt pedig említette egy 4 milliárd dos fejlesztést. Hát és csak pont... az első startára, tehát a fejlesztés az ennél azért lényegesen nagyobb. Igen. Hogy egy kontextusba helyezzem a dolgot, pont akkor, amikor a webnél felhozták ezt a 11 milliárd dollárt, akkor volt a neten, keringett a hír, hogy a Musk 20 millió dolláros valamit megszavaztatott, hogy annak befizeti az adóját, ami 5,5 millió dollár. A Musk vagyona 260 valahány millió, vagy 300 valahány millió. És akkor hasonlítjuk össze ezeket az összegeket, hogy egy magánember, most azt félretesszük, hogy jó vagy rossz, vagy kinek milyen íze van, egy 20 millió bocsánat, a javításért, tehát a Musknak 200 valahány milliárd, nem millió, ja, hanem milliárd dollárra vagyon. Igen, a becsülésre. Arról volt, hogy 20 milliárd után fizetett volna be 5,5 milliárd adót. Aha. Tehát, hogy itt vannak ezek az összegek. Igen. Van akkor ez a 11 milliárdos web társfős összeg, meg ez a 4,5 milliárdos, hogy ugye egy egész nagyon gazdag amerikai állam tol bele pénzt, mondjuk egy web társfőbe 11 milliárdot, és a 14 éven keresztül, és azt mondják, hogy milyen sok pénz, közben meg egy magánember, nem irigylem tőle, meg nem, ez egy kicsit demagógia, magánember simán így elpöcköl magától mondjuk 20 milliárd vagy 5 milliárd dollár. Tehát, hogy egy kicsit, ha belegondolunk a pénzekbe, hogy milyen fejlesztés lehetne tenni akkor, hogy egy kicsit más irányba menne az emberi gondolkodásmód, és hallgatlak tovább, elnézést az anyagiaskodásért. Ja, nagyon köszönöm. És ez jó dolog kontextusba helyezni, és talán még jobban kontextusba helyezzük, hogyha az arányokat mondjuk, tehát hogyha mondjuk most megszavazták minden idők legnagyobb NASA költségvetését, rendben, most arra talán nincs rendes adatom így hirtelen, de fejből amire emlékszem, hogy a 2020-as évben az Egyesült Államok éves költségvetésének a kevesebb, mint nagyjából 0,3%-a jutott a NASA-nak. Tehát, hogy itt olyasmi van, hogyha megnézzük, hogy például lebontva, hogy egy átlag amerikai adófizető mennyi pénzt költ mondjuk arra, hogy mit tudom én, rágógumit vásároljon, vagy pláne a hadi kiadásokra, amivel az országa rendelkezik, akkor az egész űrprogram az persze egy kimutathatatlanul kicsi összeg. Még akkor is, hogyha ilyen gigaberuházásokról beszélünk. Az Elon Musk említése azért is volt érdekes egyébként, mert ugye nagyon sokszor és nem is alaptalanul merül föl, hogy például, hogyha az Elon Musk féle SpaceX-el szerződött volna már eleve eredetileg kezdettől fogva a NASA, akkor lehet, hogy töredékenyi akár tizedáron, hát vagy mondjuk
minimum fele áron ki lehetett volna hozni ezt az egész dolgot, de hát ugye persze a kormányberuházások nem így működnek sehol sem, tehát ott is persze elsődleges szerepe annak volt, hogy, hogy meg kellett tartani munkahelyeket. Ugye, amik az űrrepülőgép program lezárása után, ugye ott voltak ezek az emberek, akik pontosan tudták, hogy hogyan kell az űrrepülőgép rendszer alkatrészeit megépíteni, ám de nem volt már űrrepülőgép program, mert kicsit leegyszerűsít, kicsit túlzóan talán leegyszerűsítve erről volt szó. Első körben jó ötletnek tűnt, hogyha már itt az infrastruktúra, és itt vannak ezek a gyárak, és itt vannak ezek a hozzáértő emberek, akkor tervezzünk egy olyan eszközt, ami nagyon hasonlít az űrrepülőgéphez, ahogy egy nagyon jól megfogalmazta egy YouTube kommentelő a napokban, hogy az SLS az olyan, mintha valaki Saturn 5-öt akart volna építeni Space Shuttle alkatrészekből. Na, de nagyon jó közelítése, pontosan ez történt. A csavar az ott volt, hogy annak ellenére, hogy úgy tűnt, hogy ezzel pénzt lehet spórolni, ami első körben teljesen logikusnak tűnik, kiderül, hogy valójában igazából nem, mert annyira másra kell használni ezt a rendszert, mint az űrrepülőgép program idején, hogy, hogy át kell tervezni dolgokat, mégpedig jelentős mértékben, ami néha-néha már-már úgy tűnik, hogy esetenként nehezebb, mint hogyha az ember kezdettől fogva valami teljesen új dologba célirányosan nekivágott volna. Ugye itt most a ugye kényszer előnyt is jelentenek ezek, de kényszer feltételeket, kényszert is jelentenek, hogy meglévő technikákat kell használni. Szóval mindegy, az SLS, az, arról sokat beszéltünk, sokat is fogunk beszélni. Nagyon fontos volt azért mégis ez az arány tényleg, hogy tényleg azért rengeteg pénzről van szó, de arányaiban, költségvetési arányaiban képest nem kifejezetten van szó rengeteg pénzről, mégse. Na szóval itt vannak ezek a decadal szörvények, és akkor itt van az ötlet, hogy van egy marha nagy rakéta, el lehetne repülni a csillagközi térbe. Miért érdemes elrepülni a csillagközi térbe, és mit lehet ott egyáltalán csinálni, és aztán hogy lehet oda elrepülni? Ugye ezek az érdekes kérdések. Mivel azt mondtam, hogy, hogy persze itt még közelébe se vagyunk ahhoz, hogy egy másik csillag közelében jussunk, hanem bőven a napnak a nagy becslések szerint olyan egy vagy mások szerint két fényév sugarú gömbén belül, amit Oort felhőnek szoktak nevezni, azon belüli tartományban közlekedne ez az űrszonda, ám de bizonyos értelemben viszont mégis a naprendszeren kívül lenne. Vannak már olyan űrszondák, amikről azt mondjuk, hogy bizonyos értelemben elhagyták a naprendszert, igazából több ilyen is van, 4 darab, de abból 2-ről még mindig jönnek nagyon is érdekes és használható mérés adatok. Ez a Voyager 1 és a Voyager 2 űrszonda. Jelen pillanatban nagyjából a Voyager 1 űrszonda 152 csillagászati egységnyire van, ugye említettem, a csillagászati egység az az átlagos napföldtávolság, a Voyager 2 a 127 csillagászati egységnyire van. Na már most ez azt jelenti, hogy, hogy bizonyos értelemben azt mondhatjuk, hogy az egyikük 2012-ben, a másikuk pedig 2018-ban elhagyta a napnak a fizika, szűkebb értelemben vett, plazmafizikai értelemben vett környezetét. Na de mit is jelent ez? Ugye tudjuk, hogy a napból jön ki mindenféle részecske, töltött részecskék áramlanak kifelé a napból, ezt hívják napszélnek. Ennek ugye nagyon fontos hatása van, egyesek szerint még akár űreszközök hajtására is lehet használni, mindenképpen figyelembe kell venni a napszélnek a hatását. A napszél az, ami miatt egyébként például olyan szép csóváik vannak az üstökösöknek, hogyha látunk egy üstököst, akkor tudjuk, hogy a csóva az mindig a nappal ellentétesen mutat kb., mert hogy ugye a napszél fújja, meg ilyesmi. Tehát a napszél az, az tényleg egy jelentős dolog. Minket itt a Föld felszínén speciál azért nem érint elsősorban, mert ugye a Földnek van egy hatalmas nagy mágneses tere, ami lényegében a napból kijövő töltött részecskéket elirányítja. Például, ami becsapódik ugye a Föld mágneses terébe, azokkal a töltött részecskékkel mi történik? Ugye egy spirálozó mozgást végezve a Föld mágneses erővonalai mentén eljutnak a sarkokhoz, és ezek eredményezik például a sarki fényt, ami tehát abból jön létre, hogy a napból érkező töltött részecskék a Föld mágneses erővonalai mentén beszaladnak, ugye például a déli mágneses pólus közelébe, ami az északi földrajzi pólusnál van, és akkor oda szépen beesnek, és akkor ugye ott mindenféle ionizálják ott a felső légkörben a dolgokat, amik aztán szépen világítanak, és ugye ebből jön a sarki fény, de azért csak a sarkon van a sarki fény, mert a mágneses erővonalaink összeszedik és oda beirányítják, és egyébként persze a napszél az meg jelentős részben meg ki is kerüli ezt a Föld mágneses teret, illetve hát a napszél és a nap mágneses tere és a Föld mágneses tere összekapcsolódva eredményez egy nagyon érdekes struktúrát, amit nagyjából úgy kell elképzelni, hogy a Földnek van egy úgynevezett geom
elektromágneses uszája, erről még a Hírn Attilával beszélgettünk valamikor a nyáron, aki a Energiakutatóközpontban űrlaborvezető. Na és ugye az, ez a geomágneses uszája, ez úgy néz ki, hogy a Föld mágneses tere tényleg mint egy ilyen, hogy mondjam, csak egy ilyen, hát mint egy mennyasszony, aki ott végigvonul, ugye, és húz maga után egy uszályt, na hát úgy kell itt is elképzelni, hogy a napszél az a földele, a nappal ellentétes irányba így megnyújtja hátrafelé ezt a földmágneses teret, tehát azért ez nem pontosan úgy néz ki, mint amit ugye a vasreszelék kirajzol, amikor rászórunk a rúdmágnes közelébe, ami a szépen ismert, iskolából ismert ilyen dipolmágneses teret kirajzolja. Hát a földmágneses tér is jó közelítéssel ilyen, de az alakja át, azt jelentős mértékben eltorzítja a napból kiáramló napszél, illetve a nap mágneses terének a hatása, és egyébként persze, mivel hogy az erővonalak össze kell, hogy záródjanak, ez a mágneses uszály, ez nem az van, hogy elmennek az erővonalak a végtelenbe, és aztán ott csinálnak valamit, hanem szépen azok jó nagy távolságban rákapcsolódnak magának a napnak a mágneses terére, mert hát a napnak is van egy óriási mágneses tere, tehát a napnak van egy mágneses tere is, és a napból van egy csomó töltött részecske, ami folyamatosan áramlik kifelé. Bizonyos értelemben ilyen értelemben ezzel van tele az űr a naprendszerben, tehát az űr az nem üres, ugye ilyen értelemben tele van plazmával, hát a tele van az ugye nyilván azt jelenti, hogy köbméterenként kóvályog, mit tudom én, 100 részecske, tehát hogy nem jelentős, viszont ugye azok nagyon gyorsan mennek, és persze jelentős hatásuk lehet. Mint ahogy esetenként van is, hát például amikor tudjuk, hogy kitör egy nagyobb, és persze jelentős hatásuk lehet. Mint ahogy esetenként van is, hát például amikor tudjuk, hogy kitör egy nagyobb, mit tudom én, napkorona kitörés például, akkor bizony az akár a földi energia szolgáltatást is befolyásolhatja, az elektromos rendszert, stb. A műholdakról nem is beszélve. Szóval hát ez van, és akkor egy ilyen fizikai környezet a naprendszer, és akkor mondtam, hogy ugye a Földnek van egy mágneses védőburka, ami máshogy viselkedik, mint azon a védőburkon kívül, mondjuk például a Hold távolságában, már ezt nem érezzük a Föld védőburkának a hatását, ott már bizony konkrétan nagyon fontos szerepe van a napszélnek, meg a napmágneses térnek. Nem véletlen, hogy egyébként az Apollo 11-re, hogyha emlékszünk, hogy mi történt ott, ugye az egyik első dolguk volt az űrhajósoknak, amikor kiszálltak a Holdra, hogy leszereltek egy kiteregettek, úgymond, és a nap felé fordítottak egy fóliát, amivel napszélből származó részecskéket akartak fogni, és ez sikerült is. De ez például földkörüli pályán ugye nem lehetett volna megtenni, hiszen az még bőven a Föld mágneses terén belül van. Tehát most a nap mágneses terében van tulajdonképpen az egész naprendszer, és ez az, hogy na milyen értelemben beszélünk itt a naprendszerről, mert hát bizony, ez a határvonal az, ami a nap mágneses terének úgymond a vonzás körzete, meg a nap szél által uralt tartománynak a vonzás körzete. Ez az a tartomány, amit elhagytak ezek a Voyager űrszondák a 2010-es években. Ugye ezt abból lehetett észrevenni, hogy ezek az űrszondák bizony, bár 1977-ben indultak, de csodálatos módon még mindig üzemelnek, köszönhetően a plutóniummal működő rádióizotopos termoelektromos generátoraiknak, ami tulajdonképpen egy hasadó anyaggal működtetett termoelem. Tehát nem egy klasszikus értelmevet atomreaktor, nem az, hanem egyszerűen ott van egy hasadó anyag a felélzetén, ami hőt termel, miközben hasad, és ezzel a hővel tulajdonképpen ilyen termoelemmel lehet áramot csinálni. És ez még mindig működik, de természetesen, mint minden nukleáris energiaforrás, ugye ennek is ugye van egy ismert felezési ideje, ami azt jelenti, hogy végül is exponenciális ütemben, vagyis adott idő alatt kb. Felére csökkenő mértékben bizony csökken az ebből jövő teljesítmény, mert hát szépen bomlik el a plutónium. Ebből az következik, hogy ugye a Voyager űrszondáknak a rendszereit szépen sorban ki kellett kapcsolni. Például ilyeneket, mint a kamera, azokat már ugye nyilván az elsők között kikapcsolták, mert rengeteget fogyasztott, de pont az ilyen töltött részecskemérő, mágneses térmérő, elektromos térerősségmérő műszerek, ezek keveset fogyasztanak, és azért ezek még valamelyest működnek. De persze majd ezeket is ki kell kapcsolni, tehát sajnos azt lehet mondani, hogy hát a 2020-as évek közepén a Voyagerek már lényegében teljesen ki lesznek kapcsolva.
Tehát ez azért valamelyest számítható. Na de még működnek ezek a cuccok, és mit vettek észre? Hát 2012 környékén vette észre a Voyager 1 azt, hogy egyik napról a másikra tényleg ugrásszerűen a plazma sűrűség az hihetetlenül megnőtt, ami azt jelenti, hogy ugye sűrűbb részecske közegbe került, mint addig, ami... És egyébként a részecskék sebessége is, ugye ezt úgy lehet mondani, hogy a hőmérséklet, ugye a hőmérsékletről már beszéltünk néhány adással ezelőtt, hogy volt a Parker Solar Probe kapcsán, hogy az, hogy mennyi a hőmérséklet egy olyan helyen, ahol alig van valami, mert hát tényleg szinte a legjobb földi vákumnál tökéletesebb vákumban mozog ez az űrszonda, tényleg néhány kósza részecske van, akkor is, ha azt mondom, hogy megugrik a sűrűség, az is azt jelenti, hogy alig van ott valami. Tehát nem nagy hő van ott, de nagy hőmérséklet, hiszen a hőmérsékletről azt tanultuk a Sokol ébresztőben, ugye, hogy az a részecskék sebességével kapcsolatos, tehát ez azt jelenti, hogy a részecskék gyorsan mennek. Ezt átszámoljuk hőmérsékletbe, akkor azt mondhatjuk, hogy olyan 50 ezer fokos tartományba lépett be a Voyager, ami persze lényegesen több volt, mint ami azelőtt történt, és tehát mint amit azelőtt mért. Tehát egyértelmű volt, hogy áthaladt valamiféle határfelületen, ahol teljesen más fizika van, mint azelőtt, és ezt interpretálták úgy a kutatók, hogy ez a heliopauzának az átlépése volt. A heliopauza az micsoda? Hát az mondjuk pont ez a határfelület, ahol ugye véget ér a napnak, a napmágneses térnek és a napból kijövő napszélnek az uralma, és ott viszont azon kívül meg mi van? Hát a csillagközi mágneses tér és a csillagközi szél, vagy a galaktikus szél. Ugye az is ugyanúgy ilyen töltött részecskékből álló valami, de az már nem a napból jön ki, hanem ott elsősorban ugye arról van szó, hogy más csillagokból, vagy a galaxis közepéről, vagy akár a galaxison kívülről jövő részecskék záporoznak folyamatosan, amik tehát éppen úgy nem jöhetnek be a naprendszer belsejében, mint ahogy a Föld mágneses tér esetében elmondtam, hogy a Föld mágneses tér belsejében sem juthatnak be igazából olyan nagy sűrűségben a napból jövő részecskék. Na hát, ez nagyon érdekes. Ezt korábban úgy képzelték el, hogy ez egy teljesen egyértelmű határvonal, tehát például átmegy ezen a Voyager űrszonda, és akkor majd minden máshogy lesz. Most ehhez képest elég meglepő volt, hogy például az a részecske sűrűsége ez nagyon megugrott, például ez tök jó, viszont ugyanakkor azt lehet mondani, hogy a mágneses tér az viszont nem változott olyan mértékben, mert a mágneses tér az lényegében ugyanabban az irányban mutatott odakint is, mint ezen a képzeletbeli határfelületen belül, ami persze nagyon meglepő volt, és ez az egyik olyan kérdés, amit még mindig nem lehet teljesen érteni. Aztán azt se lehet tudni, hogy ez a helioszféra, most már akkor mondjuk ki, tehát hogy ez a tartomány, amin belül ugye a naphatása elsődlegesen érvényesül, az milyen alakú, ugye a szó, hogy helioszféra, a szféra van benne, az nyilván azt csugalja, hogy ez egy gömb alakú tartomány, de korán sem biztos, ugye hát nyilván ott van a galaktikus szél, lehet, hogy ennek is van egy ilyen uszája, tehát lehet, hogy ennek is van egy ilyen eltolódott alakja, tehát a helioszféra sem biztos, hogy gömb alakú, az is lehet, hogy ilyen croissant alakú, vagy valami ilyesmi. Ugye itt ez ügyben is egyébként ellentmondó adatok vannak az űrszondákról. Ugye az is érdekes, hogy amikor aztán a Voyager 1 átlépte, és a Voyager 2 is átlépte, nem teljesen ugyanolyan dolgokat mértek, és ez egy érdekes kérdés, hogy mi lehet a különbség. Ugye egyrészt egy más irányba ment ki a két űrszonda, amikor elhagyta ezt a tartományt, és másrészt pedig, hát az is egy fontos szempont, hogy a kettő között eltelt pont 6 év. Tehát az egyik űrszonda 2012-ben, a másik pedig ugye 2018-ban lépte át ezt a vonalat, és közben eltelt pont egy fél napciklus. Ugye a nap, az tudjuk, hogy nem olyan, hogy mindig ugyanolyan erősen süt, hanem van neki egy egészen szabályos, nem túl nagy mértékű, de nagyon is kimutatható, és már a 17. század óta ismert ingadozása a napfolciklusnak hívják, ami egy 11 éves ingadozás, 11 évente kicsit jobban süt a nap, aztán kicsit kevésbé. Itt tényleg ilyen ezrelékszintű eltérésekről van szó, nem tűnnek nagy dolgoknak. Ugye a régi csillagászok abból vették észre ezt, hogy amikor ugye aktívabb a nap, az azt jelenti, hogy több napfoltot lehet megfigyelni a felszínen, és ezt az emberek már, sőt már Galilei is meg tudta figyelni a 17. században távcsövekkel. Az első távcsövekkel, tehát
jól láthatóak a napfoltok a napon, de azért nem ajánljuk a hallgatóknak, hogy belenézzenek a napba távcsővel, mert Galilei is belevakult azért ebbe, hanem ki kell vetíteni a nap képét, és akkor a kivetített képen lehet észrevenni a foltokat. Na, a lényeg az, hogy ezek a foltok is 11 évente vannak gyakrabban, és ez együtt jár azzal, hogy a nap úgymond jobban nyomja a kakaót. Na most az is lehet, és akkor persze ez tök logikus, hogy nyilván, amikor a nap jobban nyomja a kakaót, akkor erősebb a napszél, ami viszont azt jelenti, hogy elmászik ennek a helioszférának a határa nyilván, tehát hogyha nagyobb belülről a napszélnyomás, akkor ugye kijebb tud nyomódni ennek a buboréknak a határa, ami lényegében ilyen értelemben a napot így plazmafizikai értelemben körbeveszi, ez a hatalmas buborék, de aztán, amikor a nap meg ilyen nyugodtabb állapotba kapcsol, akkor visszamegy a buborék. Tehát tulajdonképpen ez a buborék, ez a helioszféra, ez ilyen értelemben úgy tűnik, hogy ilyen 11 éves periódussal lélegzik ki meg be. Na most ez csak ugye sejtés, hogy ez emiatt van, mert tényleg két ilyen átlépés történt. Nem is voltak benne biztosak, hogy az, mikor a Voyager 2 átlépte a heliopauzát, akkor valóban átlépte a heliopauzát, aztán gondolták, hogy hát ha a heliopauza megelőzi a Voyager 2-t, és akkor lehet, hogy megint visszakerül, ugye, hogy amikor ugye aktívabb szakaszba lép a nap. Tehát, hogy voltak ilyen gondolatok, hát az világos, hogy azért nem olyan egyszerű, az sem, hogy belül csak a napból jövő részecskék vannak, kívül meg csak csillagközi részecskék, mert éppen miatt a kibemozgás miatt mindenféle felületi hullámok alakulhatnak ki ezen a képzeletbeli buborék felületen, amik ráadásul ilyen örvényszerűen is viselkedhetnek, ezeket ilyen instabilitásoknak nevezik. Tehát a lényeg az, hogy nagyon sok megérteni való van itt a nap és a csillagközi tér fizikai kapcsolatait illetően, de hogyha az ember igazából csillaganyagokat akar fogni, akkor bizony oda ki kell menni. És akkor ezt célozza ez az űrszonda, aminek tehát az a feladata, hogy itt nem kell arra várni, hogy itt mindenféle szenzációs fényképeket, meg ilyesmiket csináljon, mert az egy másodlagos cél, hogy ha már addig elrepül, akkor esetleg a külső naprendszerben, a Plutón kívüli vidéken útközben meg lehetne látogatni néhány ilyen úgynevezett Kuiper objektumot, de ez csak ilyen másodlagos cél. Az elsődleges cél az, hogy ezt a mindenféle nagyon kifinomult ilyen mágneses térmérő és plazmamérő műszerekkel, sokkal fejlettebb cuccokkal, mint amikkel a Voyager rendelkezik, ilyenekkel felszerelve menjen el oda egy űrszonda. Hát ez egy nagyon szép terv, és ahhoz persze, hogy ez megvárható időn belül megtörténjen, ahhoz persze arra van szükség, hogy nagyon meg kell küldeni ugye ezt az Interstellar próbot, ami azt jelenti, hogy 36 kilométer másodpercenkénti sebesség lenne itt az ideális, ami egyébként nagyjából háromszor akkora, mint amivel mondjuk a Holdra vagy a Marsra kell repülni. Tehát ugye a Földről úgymond a szökési sebesség az olyan 11,2 körüli kilométer per másodperc, ami azt jelenti, hogy ilyen gyorsan kell eldugnom egy követ ahhoz, hogy soha ne essen vissza a Földre, de ne is álljon földkörüli pályára, hanem konkrétan egy parabola, aztán nagyobb sebességnél egy hiperbola íven elmenjen innen. Na, szóval hát az az ötlet, hogy ennél azért lényegesen nagyobb sebességre van szükség, hogyha 12 év alatt oda akarnánk jutni, már pedig ez a cél, hogy mondjuk 90-100 csillagászati egység távolságban erre a határra eljusson 12 év alatt. Ugye összehasonlításként a Voyager űrszondáknak ez ugye 4 évtized betelt. Tehát ebből is látszik, hogy nagyon meg kell küldeni, ugye ehhez kell az SLS, de hát önmagában az SLS sem elég ehhez. Ráadásul ugye nem is az SLS-nek azt a változatát akarja a terv használni, ami most kigördítésre került, hanem annak is a másik változatát, a Block 2 nevű változatot, ami igazából még egyáltalán nem is biztos, hogy valaha megvalósul egyébként, ezt én mondom, de a NASA hivatalos álláspontja szerint persze meg fog valósulni, az ugye még egy erősebb rakéta lesz. Na már most ugye az van, hogy az még mindig nem elég ehhez, és akkor gondolták, hogy hogyan lehetne még gyorsítani a dolgon. Ugye vannak erre bevett módszerek, például ilyenek a hintamanőverek, nagy erős, nagy gravitáció, nagy bolygó mellett, hogyha az ember elrepül, akkor az ugye megváltoztatja a pályájának az irányát, és ha megváltoztatja a pályájának az irányát, meg a sebességet megváltoztatja, azzal lehet tulajdonképpen a bolygótól energiát lopni arra, hogy még gyorsabban repüljön az ember kifelé a naprendszerből. Ugye a Jupiter, ez egy kifejezetten hálás célpont erre. A Voyager űrszondák is
persze útba ejtették a Jupitert, nyilván azért is, mert érdekelte őket a Jupiter, de egyébként ezzel ők gyorsultak, meg irányt váltottak is, és pont mentek tovább a Szaturnusz felé. Szóval de volt olyan űrszonda, ami például a napot akarta megfigyelni, az Ulysses, de mégis a Jupiter felé indult el, mert a Jupiter tudta úgy átfordítani a pályasíkját, hogy olyan pályára tudjon kerülni, hogy a nap északi meg déli sark, tehát a nap körüli poláris pályára tudjon állni egy űrszonda, hogy fölülről, úgy idézőjelben, fölülről meg alulról is rá tudjon nézni a napra. Ez ugyanis olyan pályamódosítás lett volna, ami elképzelhetetlen mennyiségű energiát igényelt volna, vagy nagy rakétát igényelt volna. Viszont ugye a Jupiterrel ezt tök jól meg lehetett csinálni. Amikor emlegettük egy korábbi adásban a Nap mint gravitációs lencse című ötletet, akkor is az volt, hogy ugye a Makkone nevű olasz azt javasolta, hogy bizony a Jupiternél kellene nagy lendítést csinálni, ha csak nem a napnál. Ugye emlegettük, hogy a Parker Solar Probe az még ennél is lényegesen gyorsabban ment, amikor a nap közelébe ment. Tehát nyilván a napnak óriási tömege, a nappal még jobban lehetne gyorsítani ilyen paritja manőver során, viszont aztán végül is a nap alkalmazását a Johns Hopkins Egyetem kutatói elvetették, amikor ennek az űrszondának a tervét fölvázolták, mert hát ahhoz ugye nagy hővédelem kellett volna, ami meg persze nehéz, tehát mármint, hogy fizikailag több sok kiló, tehát hogy azt az űrszondát, ami annak a nap közelébe kell repülnie, annyira közelre, hogy azt már jelentős mértékben tudja hasznosítani a napnak ezt a gravitációs segítségét, ahhoz ugye nyilván mindenféle brutál hővédelemmel el kell látni, ami azt jelenti, hogy az űrszonda jó nehéz lesz, az viszont nem éri meg. Tehát osztottak, szoroztak, és végül az jött ki, hogy jó dolog ez, hogy 12 év alatt eljutunk a heliopauzára, négyszer gyorsabban, mint a Voyagerek, és hát ehhez elég lesz az SLS és a Jupiter együttes alkalmazása, tehát a jelenlegi tervek úgy számolnak, hogy elindul a 30-as évek végén, vagy a 30-as évek második felévben, tehát mondjuk úgy számolnak, hogy mondjuk 2037-ben lesz a Jupiter flyby, a Jupiter melletti elrepülés, és akkor utána jut majd ki oda. És persze ez nem fordul vissza, tehát oké, hogy eljut 12 év alatt a 100 csillagászati egységre, de azért mondtam, hogy ez ebbe aztán benne van, hogy akár ad abszurdum 1000 csillagászati egységnyire is eljuthat. Persze szépen lassan, de nem az, hogy rögtön, ugye ez egy rengeteg idő, de tényleg itt évtizedekig működik majd ennek is ilyen RTG-je van, ilyen plutóniumos energiaforrása, és bizony azt jelenti, hogy elképzelhető, hogy itt lehet vele kapcsolatot tartani, még akár addig is, hogy 1000 csillagászati egységig eljut. Ha kitart addig a szonda, de ezt mondom, hogy ez egyáltalán nem elképzelhetetlen. Most ez azért is rettenetesen izgi, mert ugye említettük korábban azt az ötletet, hogy a nap mint gravitációs lencse, és ami, hát hogyha valaki szeretné ezt az ötletet meghallgatni, akkor annak javasolni tudjuk a Parallaxis 119. adását novemberből, és akkor, vagy mi ez a szokorébresztő 119. adását, tehát ennek a műsor, ami egyébként a parallaxis.blog.hu-n visszahallgatható, ahol minden adásunk megtalálható. Na és akkor arról beszéltük, hogy az a hely, ahonnan ilyen különleges megfigyeléseket lehet csinálni, csillagászati megfigyeléseket, ahol a nap maga egy óriási gyűjtőlencseként oda fókuszálja a távolról jövő fénynyalábokat a gravitációs hatása értelmének köszönhetően, az ugye legközelebb ilyen hely, ahol ilyesmit lehet tapasztalni, az 550 csillagászati egységnyire van, és hát bizony elképzelhető, hogy ez az űrszonda eljut oda. Persze nem kifejezetten csillagászati célú cucc, de azért terveznek rátenni egy-két infrakamerát, hiszen, mint mondtam, útközben meglátogatnak Kuiper objektumokat, meg ilyesmit. Tehát, hogyha véletlenül kitartana addig ez a műszer is, akkor bizony egészen fantasztikus dolog valósulhatna meg. Még egyszer, ugye 12 év az ahhoz kell, hogy eljusson a 100 csillagászati egységig, tehát igazából, hogyha azt mondjuk, hogy 550 csillagászati egységnyire mikorra jut el, akkor természetesen azt jelenti ez a dolog, hogy az még utána még hát olyan 50 év, tehát hogy azért ez nem fog egyik pillanatról a másikra megvalósulni, de azért mégis fantasztikus, hogy ilyesmire tulajdonképpen a jelenlegi technikával most már mondhatjuk, hogy van lehetőség így bármikor.
Na jó, szóval ez egy érdekes dolog, hát ez egy kicsit talán absztrakt volt ez a napfizikázás, de azért kaptunk más, ha már fizikázunk, akkor kaptunk mindenféle érdekes kérdést is. Például Kis Tamás, aki nagy, hát oszlopos nagy hallgatója a szokolébresztőnek, tett fel egy érdekes kérdést írásban, ami hát lényegében kapcsolódik talán a témához valamelyest. Azt kérdezte meg, hogy a foton, vagyis a fény részecskéknek a hullámhossza, azt mi határozza meg, illetve hogy az megváltoztathatatlan-e. Most ugye nyilván úgy tűnik, hogy ennek azért nincs sok köze ehhez a témához, azért mégis van, mindjárt meg fogjuk látni. Tehát ugye nyilván a fotonok, azok energiacsomagok. Ugye az az érdekesség az egészben, hogy az 1900-as évek legelején Max Planck vizsgálatai megmutatták azt, hogy azt, hogy hogyan sugároz egy test, amit felmelegítünk, mondjuk akár legyen az egy platni, vagy a nap, vagy igazából bármi, tehát tudjuk, hogy minden test, aminek van hőmérséklete, az sugároz, csak legfeljebb olyan tartományban, hogy azt mi nem látjuk, de mondjuk például egy infrakamerával meg lehet látni, ugye? Vagy egy röntgenkamerával, vagy éppen attól függ, hogy mi milyen tartományban sugároz, de minden test, aminek van egy nem nulla hőmérséklete, az sugárzást bocsát ki. Ezen kívül persze nem csak saját sugárzást bocsátanak ki a testek, hanem vissza is vernek rájuk eső fényt, ugye például a papír, ami itt van előttem, azt én nem azért látom, mert ő magától kisugároz valamit, nyilván infrakamerában lehet, hogy sötétben is lehetne látni ezt a füzetet, ezért van, hogy az éjjel látok, ugye infratartományban működnek, viszont az én szemem nem lát infrában, én azért látom ezt a füzetet, mert visszaveri a napfényt. Érte, ami bejön az ablakon. Na most viszont ugye az van, hogyha viszont elképzelünk egy olyan testet, ami jól közelíti azt az ötletet, hogy abszolút fekete test, az egy olyan test, ami nem ver vissza semmit, hanem egyszerűen csak attól látszik, hogy neki van egy saját sugárzása. Na most azt vizsgálta ugye a Planck, hogy hogyan lehet megmagyarázni elméletileg azt, hogy ez a fekete test sugárzás, ez milyen jellegű. És számolt, és arra jött rá, hogy ezt csak úgy lehet megmagyarázni, hogyha feltételezzük, hogy a fény, amit kibocsájt, az nem lehet akármilyen pici energiacsomagokban, hanem kell, hogy legyen egy véges méretű energiacsomag, amit mondjuk nem lehet lefelezni, vagy annál kisebb adagban nem jöhet belőle ki, úgymond az energia, mert akkor nem lehetne megmagyarázni azt, ahogy ezek a sugárzások viselkednek. És hát itt született meg lényegében a kvantumelmélet ezen a ponton, és ez magának a fotonnak a gondolata, hogy a foton az egy olyan energiacsomag, ami jól jellemezhető ezzel a tulajdonképpen egyetlen egy tulajdonsággal, hogy mi neki a frekvenciája, vagyis az energiája. Ugye a kettő az lényegében ugyanazt jelenti, hogyha fényről beszélünk, tehát frekvencia, energia. Ez a kettő ugyanaz. Most a fotonnak, ennek a fény vagy energiacsomagnak tulajdonképpen, mi fény formájában érzékelünk, mert így vagyunk kitalálva, ennek van egyetlen egy jól, vagy nem több tulajdonsága van mondjuk, van még egy tulajdonsága, de van egy nagyon fontos elidegeníthetetlen tulajdonsága, ez pedig a frekvenciája. Most az, hogy ez a frekvenciája mennyi, a frekvencia az bármi lehet, de a foton energiája az mégsem lehet bármekkora, hanem ennek a frekvenciának, meg egy számnak, ami egy állandó, ami mindegy, annak a frekvencia által meghatározott méretű adagok lehetnek ezek a fotonok, és csak akkorák lehetnek. A foton, ami tehát lényegében egy energiacsomag, az sok mindentől lehet épp olyan frekvenciájú, amilyen. Például mondjuk gondoljunk arra, hogy például egy atomi folyamat van, és akkor mondjuk az van, hogy egy magasabb energiaszintről egy alacsonyabb energiaszintre kerül egy elektron egy atomban, mert történik vele valami, és közben az energia különbséget mondjuk egy vagy kettő foton formájában kisugározza. És akkor történik ilyen. Na most ugye az a kérdés, hogy megváltoztatható-e az adott fotonnak a frekvenciája. Most ez megint egy érdekes kérdés, hogy mit értünk ez alatt. De talán úgy merülhetett föl a kérdés, hogy ugye beszélünk ilyesmikről, hogy vörös eltolódás például. Itt is többször felmerült, ugye Detre őrs is sokszor emlegette a dolgot. Ezt általában ugye a Doppler effektussal szoktak
kapcsolatba hozni, ugye, hogyha valami fényforrás távolodik tőlünk, és a sebessége mondjuk elég nagy ahhoz, hogy valamennyire összemérhető legyen a fénnyel, akkor bizony azt vesszük észre, hogy hát nagyon pongyolán fogalmazva pirosabbnak tűnik a fénye. Tehát ha mondjuk fehér volt eredetileg, akkor azt látjuk, hogy a rózsaszínes pirosas lesz, hogyha megy tőlünk el. Nyilván ezt nem látjuk, mert nem az általunk ismert hétköznapi fénytartományokban van, hanem azokban a tartományokban jelentkezik ez a vörös eltolódás nevű jelenség, ami ugye, hogy mondjam, a fénysebességgel összemérhető nagyságrendű. Na most ugyaneznek a fordítottja a kék eltolódás, hogyha közeledik felém egy test nagyon gyorsan, akkor annak a fénye az a kékbe tolódik el. Most, hogy ennek mi a helyes magyarázata, abban nem mennék bele, mert nagyon sokszor szoktuk ezt mesélni azzal, hogy ez nagyon hasonlít arra, amit a mentőautó csinál, ugye az is, amikor közeledik felénk, magasabbnak halljuk, amikor távolodik tőlünk, akkor mélyebbnek halljuk. Oké. Ez mindez igaz is. Első közelítésben rendben is van a magyarázat. Azért a fény az trükkösebb, mert ugye Einstein óta azt is tudjuk, hogy a fénysebessége az viszont minden vonatkoztatási rendszerből ugyanannyinak tűnik. Tehát, hogyha én fél fénysebességgel futnék szembe a fénnyel, és megmérném a fénynek a sebességét az én rendszeremből, akkor is ugyanannyinak mérném, nem gyorsabbnak, hanem ugyanannyinak mérném a fénysebességét, mint hogyha egy helyben állnék, azért, mert ugye az én mozgásom során ugye viszont egy másik vonatkoztatási rendszerben vagyok, és a másik vonatkoztatási rendszerben viszont másképp múlik az idő, és másként mérünk távolságot, és ugye a távolság és az időmérésből jön össze a sebességmérés. Tehát ez bonyolult. A lényeg az, hogy egyáltalán nem triviális módon, de mégis csak az van, hogy igaz ez a dolog, hogy amikor távolodik tőlem valami, ami fényt bocsájt ki, az vörösebbnek tűnik, amikor közeledik, akkor kékebbnek tűnik. Mégis kijön ez a dolog. Annak ellenére, hogy azért nem olyan egyszerű helyzet, mint a mentőautónál, de meg kell tanulni a speciális stratégiás elméletet, és akkor ezt így kijön. Tehát ezt így tessék elhinni, hogy ez van. Tehát ilyen értelemben a fotonnak a hullámhossza, erre vonatkozott a kérdés, hogy a foton hullámhossza, vagyis az, hogy milyen színűnek látom a fotont, az megváltozik-e? Hát attól függ, honnan nézzük, ez a válasz rá. Tehát nyilvánvaló, hogy a foton maga nem változik meg, a foton fénysebességgel megy, ő neki nem is múlik az idő. Tehát ő ebben az egész dologból nem is vesz észre semmit. Az, hogy mi azt a fény adagot, azt milyen színűnek látjuk, az egyrészt attól függ, hogy milyen sebességgel mozogunk hozzá képest, vagy a fényforrás, nem a fotonhoz képest, azt ugye tudjuk, hanem a fénysebességhez, a fényt kibocsájtó testhez képest milyen sebességgel mozgunk. Az a fontos kérdés, illetve hát egy másik dolog, ami ugye vörös eltolódást tud okozni, ami tehát azt mutathatja, hogy más, hogy látjuk a fény hullámhosszát, mint hogyha mondjuk a közvetlen közelében lennénk, az a gravitáció. Tehát ugye a gravitáció is azt tudja, hogyha egy nagy gravitációjú test közelében levő dolgot messziről nézek, ahol már nem hat rám annak a testnek annyira a nagy gravitációja, akkor innen nézve vörösebbnek tűnik az a cucc. Hogyha nagyon nagy a gravitációja annak a testnek, akkor annyira vörösnek tűnik, hogy az már fekete, az a fekete lyuk. Na, de a lényeg az, hogy a fotonnak tényleg egy elidegeníthetetlen tulajdonsága a frekvenciája, illetve hát az ebből a fénysebességgel kiszámítható hullámhossza, ám de azonban az, hogy honnan nézzük, az azért bekavarhat. Emiatt végül is mondhatjuk, hogy megváltoztatható a hullámhossz, amit észlelünk. Na, ennyit tudok erről elmondani, mindjárt kifutunk az adásidőből. Még azt megígértem, hogy két témára reflektálok, pedig 4 perc maradt. Ugye az egyik az, hogy sárga ruhában érkeztek az űrhajósok, a sárga-kék ruhában, ugye megérkezett az ISS-re a Soyuz MS-21 legénysége, a váltó legénység, 3 oroszból áll, Oleg Artyemjev, ugye Denis Matyvejev és Szergej Karszakov, ugye az utóbbi 2 az újonc, 83-ban meg 84-ben születtek az urak, de mind a hárman egyébként mérnöki végzettségűek, és a Bauman műszaki főegyetemen végeztek Moszkva mellett, ami hát kb. Az MIT-nak az orosz megfelelője. Na már most ugye az van, hogy ők ugye látványosan kinyitották az ajtót, megölelgették amerikai és egyéb barátaikat, és sárga-kék uniformisba lebegtek át. Felmerült az ötlet, hogy bizonyára ők ilyen módon fejezik ki a szolidaritást
Ukrajnával. Én olyan álláspontot képviselek, hogy igenis, meg nem is, mert ugye természetesen ezt ők sose fogják bevallani nyilvánosan, mert hát ugye tudjuk, múltkor kibeszéltük a Rogozin mestert, Dmitrij Rogozint, a Roszkozmosz elnökét, hogy hát ő bizony nem finomkodik a kérdést illetően, hanem fullba nyomja a putyini propagandát a Twitteren. Na, viszont az űrhajósok azok persze tájékozott emberek, nemzetközi űrprogramokban vesznek részt, nemzetközi űrállomásra mennek. Igenis elképzelhető, hogy tudatosan választották ezt. Annak ellenére, ami viszont szinte biztos, hogy igaz, hogy ezt a szintök már régebben kitalálták, és azért választották, mert az emlegetett Bauman műszaki főiskolának ez a sárga kék a két hivatalos színe, ami egyébként a küldetés emblémájában is visszaköszön. Ez triviális. Amit viszont én állítok, az az, hogy ezzel együtt tény, hogy volt náluk más színű ruha is, és tény, hogy ők maguk sem egy kő alatt élnek, tehát ők is tudták, hogy éppen most történik ez az egész, hogyha valaki felvesz egy sárga-kék ruhát, annak most üzenete lesz. Én is egyébként a Verespálné gimnáziumban jártam, annak is sárga és kék a két hivatalos színe. Nagyon szeretem a Verespálné gimnáziumot. Viszont ugyanakkor, hogyha én most egy élő adásba bemennék sárga-kék ruhába, akkor azt nem lehetne másképp értelmezni jelen pillanatban, mint hogy én Ukrajnáért állok, és hiába mondanám, hogy hát én igazából csak az iskolámat akarom népszerűsíteni, volt iskolám az Alma Matert, de hát azért mégis. Most, és ráadásul megkérdezték az űrföld sajtótájékoztatón Artyemjev parancsnokot, hogy miért választott ezt a szint, és akkor ő sejtelmes vigyorral azt mondta, hogy sok sárga anyag maradt a raktárban, és el kellett valakinek használni, tehát nem azt mondta, hogy hát most a Bauman színeiben pompázunk, pedig ezt is mondhatta volna, de nem ezt mondta. Na, hát szóval valahogy így van ez a helyzet, ugye ennyit az aktualitásokról. Viszont az adásidőnk az véget ért, úgyhogy ez volt már a Szokolébresztő, 2 hét múlva, vagyis április 4-én jövünk majd legközelebb, a terveink szerint Szentpéteri Lászlóval fogunk akkor beszélgetni. Most pedig mindenkinek nagyon jó napot kívánunk és jó hetet. Sziasztok! Hamarosan jön a következő rész.